Vendégem továbbra is Molnár B. Tamás, a Magyar Gasztronómia Egyesület alapítója és a Gómiú Magyarország étterem kalauz főszerkesztője, valamint Sárkozi Ákos, a Borkonyha étterem konyhafőnöke. Azért mondtam ilyen gyorsan, mert még el akartam gyorsan mondani, hogy az év konyhája, az év étterme díjat megkaptátok, és Michelin csillagot is, amihez külön gratulálok, azért ezt így ne felejtsük el megemlíteni. Egy picit légy szíves, készülődjél még, hogyha gondolod, vagy hogyha van bármi magyarázni való még azzal kapcsolatban. Ezeket színes bombonokat látok itt egyelőre, és a kamera is ezt mutatja. Mik ez a kacsacomb? Ő lesz az én kacsacombom, viszont akkor engedelmeddel elkezdem tálalni, hogy összességében hogy is néz ki az én sült kacsacombom rizssel. Jó, tálalt ki, addig mi még beszéljünk továbbra is erről az étterem kalauzról. Minden egyes étteremben, amik benne van a Gúmióban, ellátogatnak egyesével? Tesztelők természetesen. Hányan vannak? 11-en velem együtt. Uh-huh. 11 tesztelő van. Elmennek az étterembe, még aznap elkészítenek egy jelentést nekem, megírják a tapasztalataikat, fölhívunk őket, megbeszéljük. Ebben a kiszolgálástól kezdve az étel minősége, tálalása, minden benne van? Konyhára koncentrálunk, természetesen hozzátartozik egy étterem színvonalához a szerviz is, és a borkínálat és a szerviznek a szakértelme. De elsősorban természetesen a konyhára koncentrálunk. Idén ugye street food helyett, amiről tavaly beszéltünk, azt hiszem először. Igen. Street food helyett alternatív konyha került be? Alternatív vendéglátás. Igen, mert például sok olyan hely van, amelyik tulajdonképpen nem tipikus street food. Tehát nem arról szól, hogy itt van egy étel, megfogom és elviszem, hanem igenis, hogy le kell ülni. Ilyen például a Pesti Burger Bar is, akik ezt a címet kapták. A tulajdonos Háda Imre az szinte könyörög a vendégeknek, hogy nehogy elvigyed, üljél le, várjál 20 percet, mert ez akkor lesz jó. A Borkonyhában viszont személyesen járt, én tényleg addig ámuldozva nézem, de nem akarom félbeszakítani, Ákos majd elmondja, hogy mi mindent csinál itt. A Borkonyhában viszont személyesen járt ezt a 16 pontot, ugye? Vagy 17-et? 16 pontot, amit kaptak. Mivel érdemelték ők ki? És ezt nagyon jó értelemben kérdezem, nem ironikusan. Azt lehet mondani, hogy egy nagyon egyszerű, de színvonalas konyha, ami ritka, tehát nem játsszák túl a dolgokat. Tulajdonképpen egy emelkedett bisztró konyháról van szó, jól mondom, Ákos? Tökéletesen. Igen, de pillanat, most jön a lényeg, ugye? Jól érzékelem? Nagyon elkészültem az én ételemben, csak nából a kontraszt miatt lehúzom ezt róla, hogy lehessen látni. Ez az én. És ezt hívjuk egyszerűnek. És komolyan. Ugyanazt használtam, mint hogyha bármelyik háziasszony dolgozna otthon vele. Igen. Nagyjából kicsit átalakítottam, olyan szempontból alakítottam át, hogy ez vagyok én. Ez most mi, ez egy olaj? Ez egy pici kis dióolajjal locsoltam még körbe. Pici kis dióolaj. Ugye annyi történt, hogy a céklába beleforgatta, de bocsánat, mondd el te. A kacsacom hagyományos módon készült, konfitált kacsacom, zsírban, bő zsírban, puhulásig pároltam. Uh-huh. Utána hagytam kihűlni, egy picit szálaira szedtem, egy pici kis sült kacsamáját azért raktam hozzá, hogy mégiscsak szeretjük a kacsamájat. Zöld fűszereket használtam hozzá, snidlinget, rozmaninkot, egy pici kis kakufüvet, és ezzel picit megdermesztettem golyóvá, úgymond. Utána pedig céklát. Felforraltam céklának a kicsafart levét, és egy pici kis zselatinnal úgymond megfogadtam, és belemártottam a kacsákat. Egészen elképesztő. És akkor a fekete rizs pedig hagyományos módon, mint a risotto, úgy készül, fehér borral, pici kis hagymával, rengeteg sok vajjal, és végén én bevallom őszintén, nálatok már voltam, akkor nekem egy nagyon finom nyuszit adtál, isteni volt a nyulad, most ezt is megkóstolom, szerintem ez is ugyanolyan jó lesz. Nagyon szépen köszönöm egyébként azt is, hogy picit beszélhettünk a Magyar Gasztronómiáról, illetve a Gúmiú kiadványról, és köszönjük szépen, Ákos. Nagyon szépen köszönjük.